tradíció, a szent hagyomány teszi lehetővé, hogy a kultúrát átadjuk a jövő nemzedékének. Nagyon előremutató közös gondolkozásnak vagyunk most részesei. Az intézmény mindenképpen egyedi lesz, az, hogy ez az egyedi portfólió, ez hogy áll majd össze, az pedig a benne lévő, benne dolgozó közösségnek a tagjai határozzák majd meg. Jó döntést hoztunk, amikor ezt az integrációt vagy csatlakozást szorgalmaztuk, hiszen óriási beruházások történtek. Új típusú szervezeti kultúra vagy koncepciónak a kialakítása kezdődik. Egy nagy új egyetem kezdi meg majd a működését július 1-en, és igazából rengeteg lehetőséget hordoz magában. Egy lendületet várunk, újabb szakokkal, újabb lehetőségekkel. Leginkább szerintem egyetemi diplomát szeretnének kapni. Az egyetem egy sajátos kultúra, egy sajátos értékrend az itt dolgozó közösségnek a tagjai, beleértve az elsőéves hallgatótól kezdve mindenkit egészen a professzor emeritusig. Szerintem nagyon fontos, hogy tisztában legyen ezzel. Szerintem ez mindenképpen a minőségnek a javulására fog menni oktatói szinten is. Egy nagyon jó ízű szakmai együttműködés. Nagyon jó szakemberekkel dolgozunk együtt. Képzési kínálatunk is jelentős mértékben megváltozott, amit a környezet, tehát nem csak az oktatók, hanem szűkebb, tágabb környezetünkben, a térségben is kedvezően értékelnek az emberek. A teljes képzési spektrum megtalálható gazdaságtudományi területen. A tudomány eszméjét közvetíti az egyetemi ház. Gyakorlati képzésünk, meg egyáltalán a módszertanunk nagyon erős volt mindig, és ezt találják meg ezek az iskolai igazgatók a végzett hallgatóinkból. Nem nehéz elhelyezkedni a hallgatóknak. Nagyon sok helyben, illetve regionális iskola fölhív bennünket, hogy ajánljunk végzős hallgatókat, keresik a tanítványainkat. Sok helyen ez elég belépőnek, hogy honnan jött Patakról, már többet nem is kérdezek. Én azt gondolom, amiben nagyon erős tud lenni az intézmény, az a gyakorlatorientált képzés. Nem csak egy oktatási, egy továbbképzési központ legyen, hanem valóban Észak-Magyarország szellemi, ösztönzője szellemi központja. A négy terület majd összefog és összeteszi, amilyen van, akkor a észak-magyarországi régiót teljes egészében akár le is tudjuk fedni. Olyan irányba kell mozdulni, ami a adott térség megtartó képességéhez és fejlődéséhez hozzájárulással bír. Tág palettával rendelkezünk, ami a képzéseinket illeti. Ennek az egyetemnek mindenképpen az lesz a feladata, hogy olyan egyedit mutasson a pedagógus képzés terén, hogy a fiatalok érezzék, hogy ide érdemes jelentkezni. Ne csak az eszmét közvetítsük, hanem a korszerű műveltséget, a tudást nagyon magas szinten, minőségi módon adjuk tovább a tanítványainknak és a jövő nemzedékének. Itt a hallgató nem egy papírlap, nem egy nettunkód. Tanáraink nagyon sok tapasztalattal rendelkeznek, színvonalas képzésben tudnak minket részesíteni. Az egyik legfontosabb, hogy mennyire hallgatóbarát egy intézmény. Nagyon jó kapcsolatban vagyunk az oktatóinkkal is, meg egymással is. Mondjuk azt, hogy elsőadásra beleszerettem magába az intézménybe. Ide olyan hallgatók érkeznek, akik tényleg hivatásuknak érezzék azt, hogy a másik embernek segítenek. Nagy örömmel és izgalommal várjuk az egyetemi válást. Most nagyon-nagyon lelkesen várjuk a csatlakozást. Ez egy remek kis közösségi hely a hallgatók számára. Elengedhetetlennek tartja az összes kampusz hallgató érdekképviselete, hogy egy nagy közös egyetemi napot tartsunk. Élete legszebb és legjobb éveit itt élheti át nálunk. Egy nagyon szép
földrajzi környezetben van mindegyik telephelye ennek az egyetemnek. Ha bárkinek Egert ajánlani lehet, ennél szebb hely talán az országban is kevés van, és mondhatnám talán egyedülálló. Vonzó lesz számukra ez az Eszterházy Károly Egyetem, és mivel több szakot tudunk mi is kínálni, én úgy gondolom, hogy többen maradnak itt helyben. A legtöbbjük a diplomájának a megszerzése után könnyen kap munkahelyet. Az intézmény, az egyetem már nem egy vidéki tanárképző főiskola, ahol pedagógus képzésről, tanárképzésről gondolkodnak, a többi terület pedig hát a maga módján fejlődik. Itt nagyon komoly nemzetközi eredmények vannak más szakterületeken is. Mindezt minőségi módon ugyan, de szerényen, és a mindenható örömére és megelégedettségére tegyük. Aki hozzánk jön, az jó borokat ihat és szép környezetben tanulhat. Hogyha tehetném, akkor újra ide jelentkeznék.